Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez is egy spontán rögtönzött videó lesz, mert nem is igazából arra készültem, hogy most fogok videózni, de Pesszentő-Vincen jártam, teljesen ilyen magánokokból, és abban egyik váromhoz mentem ki, nem mindegy. És visszafele itt az állomás felé sétálva találtam meg ezt itt, nem is mutatjuk. Itt ezt szóltam ki az úton, ez egy elveszett vágány, és valószínűleg ide, erre az ide, ez valószínűleg valami ipartelep lehetett, vagy valami most is az, de ez volt a kapu, amin keresztül bement, és lehet, hogy még a telepen belül is van, megpróbálok bemenni. Úgyhogy ha bemenni nem is tudok, de meg kell benézni. Hát ha látszik belőle valami, hát én nem látok semmit, majd utólag kiderül, amikor ezt a videót összevágom, hogy volt-e. És egyébként így arrafelem, de majd azt végig fogom járni itt a vágányt, így arrafelem megy, tehát szerintem becsatlakozik itt a... Egyébként ez a Pesszentő-Vinci vasútállomás, amit eljöttem, ott meg egy vízrepülő. És ez pedig a 100-as fővonal, tehát valószínűleg itt simán becsatlakozik itt a 100-as vonalba is. Vagyis hát becsatlakozik, valószínűleg hát onnan ágazott ki ez egy iparvágány, mert valószínűleg valami gyár vagy valami lehetett. Egyébként legalább ezért van egy-két igényes, hogy fiti a kerítése. Hát nem tudom, hogy be lehet-e menni, mindjárt megnézzük ott azon a kapun. Jelenképpen erre jár még a 36-os busz is. Annak a Lőrinci vasútállomásnál van a végállomása. Úgyhogy megnézzük. Aztán lehet, hogy egyébként magának a gyárterületen belül még vannak vágánymaradványok. De hogy nem használják, az is biztos. Aztán bejöttünk ide a területre. Egyébként be lehet simán, mert vannak itt egyébként üzleteknek az átvevőpontjai is. Most eladó.hu, csak hogy kapjanak egy kis reklámot. Ezt nézzétek. Itt még ennyi megvan a vágányból. Itt pedig elkezdték felszedni. Nagy ilyet sem láttam még eddig. Itt éppen gondolom, hogy először földet hánytak rá, gondolom, meg itt fel is van vágva ilyen kis darabokra, és így nézzétek csak meg. Ez érdekes minden esetre. És itt meg, tehát meg ilyen pici darabokra, és még így szét is van itt dobálva. Azt látszik, ezt lángvágóval vágták. Nem semmi. És igen, és a betonaljak is vannak, tehát valószínűleg ezt a vágányt fel fogják számolni, vagy hát én még arra tudok gondolni, hogy mivel a MÁV-nak már nem kell, meg talán le is mondott róla, vagy nem is tudja, hogy ez itt van, ezért gondolom, hogy majd mi ezért vasként eladják a mételepen, vagy akármi, mert ugye, hogy ezt nem fogják használni, és mondat sem fog rajta közlekedni, az is biztos. És egyébként nem is rossz sinek ezek 48-asok irányézésre. Mindjárt keresek rajtuk egy feliratot, valahol biztos van. Látszik, hogy szépen kivágták a hevedeleknek a helyét is. Látszik, hogy ezt nem úgy darabolták fel, hogy ezt még használni akarják valamire, mármint vasúti. Aha, nézzétek, csak itt van. Diósgyőr 1909. Csak olyan pont azt a részét vágták le, ahol a súlya van ráírva, de mondom, szerintem ez irányézés a 48-asok. Mármint, hogy az azt jelenti, hogy egy méter sín 48 kiló. De egyébként nem rosszínek ezek, és itt meg itt alfa, és itt valószínűleg az milyen széles ez a talfa itt. Egyébként váltó is lehetett, meg elágazás. De nem semmi. Aha. Na ugye, hogy ugye? Tehát itt volt egy váltó, és itt... Mert itt már két vágány van. Nem semmi minden esetre. Szép volt, hogy néztük. Ja, egyébként megint megmondom, ott van valami nyomda is, tehát igazából... Ide tulajdonképpen bárki bejöhet. De mik ezek az alátétek? Sineknél. Hát ez így nem tudom, hogy mi akar lenni. Aha, és itt van 48. Nézzétek meg, ott van 48 kilós sin. Itt lehetett valahol a váltó. És hát ezt elég rendesen szétkapták el, vagy fogok fényképet is csinálni kifele menet. Hát én vagy nem zavarnak ki bán, igazából miért tennék. Nem hiszem, hogy olyan hatalmas nagy titok lenne, hogy ez itt van. És ez ott van.
És itt már két vágány van. Tehát ez biztos, hogy régebben benne egy nagyobb komplexum volt, vagy gyártelep. Hogyha eleve két vágány, akkor ugye intenzívebb vasúti szállítás is volt. Az pedig ott valószínűleg egy oldalrakodó, vagy csak egy sima ütközőbak, nézzük meg jobban. Mondjuk. Ha ezt tudom, akkor nem egy sima papucsba jövök. Egy ilyen azért talajokon fogok mászkálni, de nem volt ez bekalkulálva. Mindegy is. Hogy ezt is külön miért dalabolták szét meg, ráadásul tényleg ilyen azért méteresekre szétdalabolták a sineket. Tehát szerintem kell ez a terület, és fel akarják ezt így számolni. De itt még csak eddig jutottak. Most nem hiszem, hogy lopják, mert ugye miért pont ide járnának be sínt lopni, de mindig is hiányzik egy pár sínszál. Tehát... Meg a sineket nem úgy szokták lopni, hogy csak bejönnek méterenként el, felekszelik, aztán meg ott hagyják, hanem akkor el is vitték volna. Aha, és ez pont egy méter. Így egy ilyen gyors lemérésre ez pont egy méter volt, és igen. Ez pedig itt igen, ez egy oldalrakodó. Tehát itt ugye betolták ide, vagy betolattak a teherkocsikkal, és akkor így szintben be lehetett pakolni, meg ki. Ki lehetett rakodni szintben. Ezeket arra használták. Na, nézzünk csak szét még jobban erre. Hát ez, az, amikor, ahogy mondtam, hogy szokták, a téma az mindig az utcán van. Az igazság odakint van, a téma odakint van, hogy az X-aktáknak is a szlogenje volt. De bármikor, aha, és ezt nézzétek, ezek viszont kis vasúti betonaljak. Ez tuti, ezek kis vasútiak. Akkor valószínűleg itt a telepen még kis vasút is volt. Hát, hogy annak találok-e bármi nyomát, hát azt nem hiszem, tehát az maga lenne a csoda. De hogy ezek szerint volt itt kisvasút is. Valószínűleg ilyen telepen, vagy ezért ilyen belső mozgásokra használták, esetleg kisvasúttal hordták el idáig a dolgokat, és itt pakolták át nagyvasúti kocsikba. De nem semmi. Na jó, hát akkor most csinálok egy pár fényképet, és aztán majd kifele mellett megnézem, hogy hát, amíg arról is van valami maradvány. De ez a vágány, ez eddig tartott. Nézzétek meg, és pont egy méter este van, de van majdnem minden sínszál összevágva. Tehát akkor itt vagyunk. A másik útátjáró, és itt benne hagyták a maskakövet is ezen a szakaszon, és ugye onnan jöttünk, tehát itt még a gazban megvannak a sinek. Egész jó. De hogy vonat nem járt rajta mostanság, az is biztos. De így megnézzük itt szépen errefele. És valószínűleg ott fog valahol becsatlakozni a fővonalba. Na mindjárt, de hát látszik, hogy azért belőtte itt szépen a gaz. Na még lehet, hogy itt a kerítés is. Akkor meg aztán pláne nem használják, és itt megint. Itt kezd elveszni a gazba megint a sín. De itt nyilván egyenesen ment tovább. Én akkor várunk itt valamit alkotni. Egy fénykép erre is. Aztán menjünk, nézzük meg. Itt már csak így nagyjából tudom követni, mert egyszer nem látom a gazba, hogy hol van. Aha, itt van. Ennyi még látszik belőle. Na, várunk. És akkor itt egyenesen eljött tovább. És valószínűleg ott valahol a váltóknál becsatlakozik a fővonalba. Csak hát itt már közben ez már üzemi terület, mert minden, úgyhogy nem biztos, hogy itt nekem tovább kéne menni, meg egyébként is tiszta szúrós növényzet van. Úgyhogy, de szerintem itt ott valahol ott volt egy váltó, vagy még meg is van, ott a törpetolatás jelző környékén, és ott valahol arra becsatlakozott a fővonalba. Vagyis hát nem becsatlakozott, mondjuk, hanem onnan ágazott ki, tehát Ez egy iparvágány volt a Pesztentőlinci vasútállomáson, amit már nem használnak. Egyébként itt mellette is van egy, mert majd nézitek, az ott a legszélső, az nem a fővonalnak a része. A fővonal az kétvágányú. De ezt még talán meg tudom nektek mutatni. Aha, akkor menjünk távolabb a sinektől, mert itt erre viszont biztos jön egy. Meg is próbáljuk lekapni.
igen, tehát ez egy gyors vonat, szerintem valami szegedi gyors vonat lehetett. Vagy Szolnoki. Hát ennyi. És ott van még egy bakterházat, nem tudom, hogy van-e szolgálat, vagy nincsen esetleg, de még odáig elmegyek, és akkor esetleg megkérdezem, hogy mit tudnak erről az iparvágányról. És akkor igen, ez itt egy elhagyott tölhely. Valószínűleg innen kezelték a váltókat is egyébként, de úgy látom, hogy be van zárva, és le is van lakatolva, úgyhogy bemenni nem lehet. Ja, persze, be is van rácsozva. Úgyhogy ez kimarad viszont, ami érdekes, most nem tudom nektek, mert ezt így rosszul tudtam, hogy... Na, csak közben jön még egy vonat. És Lőrincen két vonatfogadó vágány van. Egy középperonos állomás, tehát ott a kettő között. Tehát ez megint csak egy iparvágány. Vagy legalábbis az volt. Megpróbálom valahogy megnézni, hogy... Tehát ez is ott valamerre kiágazik ott arra fel, ott látjátok ott előttem, hogy mi van. Úgyhogy esetleg majd azt még megnézem, így eljövök erre. Mert valószínűleg akkor erről nem fog vonat jönni. De azért most már kijövök ide. Nem mászkálunk a sineken, hanem muszáj. Ez például nem tudom micsoda. Mi lehetett ez itt? Bár lehet, hogy ebben ment a vonó. Nem, ez a vonóvezető, de nem szokott ekkora aknája lenni. Ez egy sima vízelvezető árok. És egyébként nagy a vonatforgalom. Mert valamikor szinte percenként jön, tehát mondom, hogy üzemelő fővonalon nagyon vigyázzatok. Most is jön egy... Ez valami ezért zónázó vagy személyvonat lehet. Vezérlőkocsi, meg gondolom, hogy Siri, csíkos. Ceglédi zóna vagy monori személy. Igen, és telefele még van egy kiágazás. És még ott is van egy. Úgyhogy érdekes, az már biztos. Ott a régi áruraktár előttünk, hát ott már az állomás. De nézzétek. Itt is van egy semmi vesző vágány, de ezt már nem tudom felkutatni, mert ennek már semmilyen nyomát nem látom, mert hogyha még meg lenne valamennyi belőle, akkor ott az ugyanúgy, ahogy ezt a másikat kiszúrtam, ezt is kiszúrtam volna, de ott már nincs semmi viszont. Így legalább ezen nyugodtan tudok sétálni, mert ezen biztos, hogy nem fog semmi jönni. Úgyhogy szerintem minden már csak az lesz, hogy elsétálok egy vasútállomásig, aztán felszállok egy vonatra, ha éppen jön. Ha meg nem, akkor meg ott a 36-os busz van, ameddig majd csak jó lesz az is. De akkor szerintem ez a spontán vlog, ez itt. Itt be is fejezhetjük, hát köszönöm, hogy megnéztétek, egyébként volt igen egy hosszabb szünet, de most már talán igyekszem tovább, vagy hát így rendszeresebben videókat gyártani, de hát azért volt itt egy másfél hétnyi kiesés a videózásban, mert nyaraltam, és hát nyaralás közben nem videózok, úgyhogy ezért is nem volt videó, akkor, de hát most már ugye még megint csak gyakrabban lesz. Aztán meglátjuk, hát ha tetszett, akkor ugye lehet lájkolni, ha nem tetszett, lehet diszlájkolni. Esetleg még kommentet is lehet írni, hogy miért nem tetszett, mert van aki ezt meg szokta tenni, és ennek jobban szoktam örülni, mint a sima diszlájknak, mert legalább tudom, hogy miért nem tetszett, vagy mi volt benne a rossz, aztán legközelebb talán jobban csinálom. Úgyhogy legalább az esélyt megadja, aki azt is leírja, hogy miért nem tetszett neki, és nem csak nyomja a diszlájkot.
de hát ennyi lett volna, és akkor köszönöm, hogy megnéztétek, akkor majd legközelebb találkozunk. Sziasztok! Tüssz.